Milyen érdekes a véletlen, hiszen a Sikeres Vállalkozók, Sikeres Tiszaosvári Vállalkozások című műsorunkat láthatják. Itt vagyunk a Pentaker Kft-nél, Molnár Gyulával beszélgetünk, Penta 5. És a véletlen az, hogy ti vagytok az ötödik része ennek a sorozatnak, mindazonáltal, hogy megbeszéltük volna. Tehát egy kicsit még össze is függ ez az egész. Beszélgessünk az egész vállalkozásról, a kezdetekről, hogyan indultatok, honnan jött az ötlet, kivel kezdtétek el. Jó, és aztán szépen majd áttérünk napjainkba. Hát szeretettel üdvözlök mindenkit. Tulajdonképpen a Penta szó, amit említettél, ez ötöt jelent valóban. Ez azt jelenti, hogy valamikor 92-ben öt szakember állt össze, és öt szakember indított el ezt a vállalkozást. És tulajdonképpen akkor még csak a kis termelést folytattunk, és burgonya termesztéssel foglalkoztunk mind az öten. És az, hogy egy saját cég, saját magunk tudjuk gépeket beszerezni, saját gépekkel tudjunk dolgozni, saját cégen keresztül tudjunk értékesíteni, ez volt az indulásnak az alapja. És később jöttek a lehetőségek, amikor beindultak a földátverések, mi is szereztünk kárpótlási területeket, és ezzel indultunk el tulajdonképpen véglegesen. Hát az öt az hamar meccsapon, mert kettő úgy gondolta, hogy nem folytatja. Lehet nevesíteni az öt tagot? Mennyire publikus? Hát mégis lehet nevesíteni. Gyakorlatilag Nagy Tamás kollégám volt az egyik, Bársony Pisti kollégám a másik, Szabó István a harmadik, akinek a fia viszi a vállalkozást tovább, a saját vállalkozásukat, és Szabóné Wittner Eszter, aki végül is ők ketten visszajöttek, másképp gondolták a dolgokat, és hát végül is hárman intenzíven csináltuk. 94 körül volt olyan dolog, hogy a szövetkezett igencsak megcsapott, de a szövetkezetnek a föld részét kivitték, nagy részét kivitték, és így az akkori szövetkezeti vezetésnek el kellett gondolkodni, hogy hogyan tovább. Gyakorlatilag itt mi is a szakemberek úgy gondoltuk, hogy a két kollega az átjött a saját vállalkozásba, és ők vitték a Pentaker Kft-t tovább. Én pedig tovább is a szövetkezetnek a vezetője voltam. Bocsánat, belé voltam a szót. Többször elmondtad a szakemberek szót, tehát ez azt jelenti, hogy valamennyien agrárvégzettségűek vagytok? Így. És itt gépész, kertész, vagy pedig? Hát Tamásod kertész volt, Pisti növényvédős és növénytermesztő volt. Pista egy ilyen mindenes, az Eszter pedig egy üzemgazdát, de hát végig is szakember. Tudatos volt a csapat összeállítása, vagy pedig így sikerült? Hát végül is inkább úgy mondanám, hogy azok léptek be ebbe a vállalkozásba, akik éreztek magukba vállalkozói kedvet, mert több kollégám volt, akik úgy gondolták, hogy ők már nem, vagy ők nem akarnak foglalkozni vele, ők a régi tempót akarták továbbvinni, mi pedig egy picivel többet akartunk, az igazság. 92 említetted ugye az indulás éve. Sajnos vannak rossz szándékú emberek, akik most azt látják, hogy könnyű neki, mert mennyi pénze van. Viszont azt senki nem látja, hogy az indulás évében valójában hogy is sikerült. Hát most tényleg nem akarok senki zsebébe turkálni pénztárcájába, de nem az, hogy mindenki belenyúlt, kitett az asztalra több millió forintot, hogy na indulás, hanem lehet, hogy kemény hiteleket kellett, esetleg egy hitelhez kellett folyamodni. Természetes, de hát ez a vállalkozáshoz az a jó, hogyha az embernek van pénze, de nekünk sem volt induláshoz legendő pénzünk. És az indulás is apajával csináltuk, ahogy volt erőforrásunk, illetve hitelt vettünk föl. És nem keveset vettünk föl, mert folyamatosan vettünk fel kedvező kamatozású hiteleket, amit beforgattunk a vállalkozásba. Első telephelyünk egy
Vasváriktól egy 15 kilométerre fekvő helyen volt, elég távol, de ott kezdtük, mert ott volt lehetőségünk. Későbbiekben, meg már, amikor egy kicsit jobban megerősödtünk, saját telephelyet csináltunk bent a Sopron úton. Mm. Isten igazából ez a induláshoz mindig pénz kell. De ez a hitel, ha okosan gazdálkodik az ember, mindig sokra lehet vele haladni. Később már azért sikerült megerősödnünk, és saját erőből is tovább bővítettük a céget. Mennyire uralkodott a demokrácia csapaton belül? Már arra gondolok, hogy volt-e egy darab vezető egyéniség, aki meghatározta az épp aktuális vonalat, vagy pedig leültetek és közösen elhatároztátok, hogy hogyan tovább? Hát végül is mindig közösen mindent megbeszéltünk, és gyakorlatilag megvolt mindenkinek a feladata, a csapaton belül is, úgyhogy a munkamegosztás nagyon szépen működött. Ez nagyon jó lett volna, hogyha mai napig is az a munkamegosztás továbbra is működne. Igen, mert hát Bársony Pisti nyugodjék békébe, tényleg találkoztunk egyszer a konzervgyárban a háttal, csak akkor mondta el, hogy az ő feladata volt az értékesítés, és akkor megy mindenhova is a termékeket, hiszen ez jutott neki. Így van. Hát mindegyik filmnek megvolt a maga feladata, a részfeladata, de általában mindent együtt beszéltünk meg, és a fejlesztéseknél is mindig megbeszéltük, hogy mik azok, amit el akarunk érni. Hát kezdetben is elég sok mindent csináltunk, növénytermesztés mellett csináltunk, gyümölcsös telepítettünk, ami ma is megvan, csak időközben, miután abba nem tudtunk továbbfejleszteni, azt eladtuk. Csináltunk buborkát, csináltunk paradicsomot, sokféle szántóföldi zöldséget, és később el kellett döntenünk, hogy mi az az irány, amit igazából fogunk tudni csinálni, és akkor határoztuk el, hogy 95 környékén, hogy növénytermesztést próbáljuk intenzíven csinálni, és a növénytermesztés, az öntözés, elsőbb az öntözés, amit mi előszeretettel, hát mondhatnám úgy, hogy Vasáriban igazából ilyen nagyobb területtel, nagyobb mennyiségben, nagyobb felületen mi kezdtük el az öntözést. És hát annak idején sokan kétkedéssel fogadták ezt a bizonyos öntözésfejlesztést, de évek múltán igazolt bennünket a dolog, mert olyan növényeket kerestünk, mint csemege, kukorica, zöld borsó, zöld bab, mondtam, említettem már a paradicsomot, a uborkát, stb. Ezek mind úgy lehet igazán biztonságosan termelni, hogyha öntözünk. Egy olyan vállalkozásban, amikor nem családon belül, hanem most úgy nem szó szerint, de idegenekből tevődik össze. Most kollégák vagyunk teljesen, de két vita alap van. Az egyik, amikor nincs pénz, a másik, amikor van pénz. Nálatok ez jellemző volt, vagy pedig ezt is mindig leültetek és kultúráltan meg tudtátok beszélni? Hát nálunk ilyen gond nem volt. Hál' Istennek, itt nagyon jó volt a csapat, minden meg tudtuk beszélni, és mindig tudtuk, hogy mi az a pénz, amit a fejlesztésre kell fordítani, mert mindig fokozatosan fejlesztettünk, és inkább a beruházásokban és a kislépések politikáját folytattuk, hogy mindig csak annyit ruháztunk be, amit elvét a szék. Ez egy biztonságot adott. Nyilván, hogyha tudtunk volna, vagy lehetünk volna merészebbek is, akkor nagyobb léptekbe léphetünk volna előre, de úgy gondoltuk, hogy a biztonságos termelés, a biztonságos megélhetés forrás ennek az alapja a nyugodt tervezés. Nyugodt tervezés. Pentaker, 5 fő, 3-an maradtatok. Volt olyan, hogy na, hogyan tovább? Sajnos igen. Az első kérdés az a Pisti halála miatt volt, és akkor gyakorlatilag Tamás, aki már akkor sajnos beteg volt, Tamás is, ő kérdezte, hogy akkor hogyan tovább, mert úgy gondolta, hogy nem akar terhé lenni a vállalkozásnak. Akkor ezt is megbeszéltük, hogy mindaddig
Közösen csináljuk a vállalkozást, még a legkisebb gyerek nem végzi el az iskoláját, és ez valóban így is történt. Úgyhogy a Bársony Nóri volt a legkisebb gyerek, miután ő is megszerezte a diplomáját, utána került sor arra a beszélgetésre, amikor hogyan tovább, és a másik két családdal megegyeztünk, az üzletétüket megvásároltuk, és így a továbbiakban 2005-től a Pentaker Kft. Már csak a Molnár család tulajdona. Van Wanker Kft., nem Pentaker. Ez sajnos így alakult az életünk. Jobb szerettem, ha együtt marad a társaság, mert három szakember mindig többre halad, de a vállalkozást tovább visszük. Jelenleg most már a fiammal ketten visszük a vállalkozást, minden munkáját, ebbe is csináltunk egy megosztást, ő csinálja az üzemgazdasági, a közgazdasági részt, és besegít a kinti feladatokba. Én pedig továbbra is csinálom ezt az úgynevezett külső szakmai munkát, ez az életem. Nagy roham léptike alatt ez a beszélgetésünk, hiszen már itt vagyunk a mai napnál. Térjünk vissza. Amikor a Kft. Életében annak idején, hogyan gondolsz vissza arra, hogy mi volt a legnagyobb öröm, illetve mi volt az, ami úgy lesújtott benneteket úgy a kezdet-kezdetén? Hát az öröm az mindig az volt, hogy minden évben fejlődtünk. Mindig láttuk magunk előtt a célt, mindig igyekeztünk annak érdekében cselekedni. Hát ami lesújtott, azt hiszem, hogy olyan nem nagyon volt. A lesújtott sajnos az a két kollégámnak a halála volt az, ami nagyon lesújtott személy szerint. Viszont az élet megy tovább, és a folyamatok tovább haladnak. Most jelenleg hogy néz ki a Kft.? Mi a fő profil? A Kft.-nek tulajdonképpen a régen elkezdett profil megyen tovább. Növénytermesztés az alap, és a növénytermesztésen belül pedig azok a növényeknek a termeltetése, amelyek intenzív gazdálkodást igényel. Csemege, kukorica a legnagyobb terület, utána a zöldborsó szintén a legnagyobb terület. Ezek fokozatosan igénylik a öntözés, cukorrépával foglalkozunk, őszi búzával, zöldbabbal, napraforgóval, takarmánykukoricával, de ebből is a csemege és a zöldborsó a fő, amit tudunk intenzíven csinálni. És hát szerencsére ezek évek folyamán bejönnek folyamatosan, és így az eredményekből tudunk tovább mindig fejleszteni. Szokták mondani, hogy minden sikeres ember mögött ott van egy nyugodt, kiegyensúlyozott családi háttér. Így ahogy ismerlek benneteket, szerintem ez megvan. Hál' Istennek ez megvan, és tényleg az alapja a sikerességnek tényleg a családi háttér, mert a családi háttér nélkül ez nem ilyen lenne. Azért egy mezőgazdásznak reggeltől estig oda kell lenni, és hát annak idején, mikor kisebbek voltak a gyerekek, akkor emlékszem rá, hogy mindig mondták, hogy arra a fiam is, hogy ő azt nem választ ezt a pályát, mert ő apával sose találkozik reggel korán, elmegy este késő érkezik, de hát végül is rengeteg feladat van egy mezőgazdaságban. De ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz szinte folyamatosan jelen kell lenni. Tehát nem lehet kiadni napéletbe ezt a munkát folyamatosan ellenőrizni, végezni, csinálni kell. Mi lett volna akkor, hogy ugye Detti lány időorvos lett? Mi van, hogyha arról azt mondja, hogy Fater, engem ez nem érdekel, úgyhogy megyek világá bármit csinálni? Hát ez is érdekes volt, mert én akartam, hogy arról valami közgazdasági, jogi vagy egyéb pályára menjen, és akkor azt mondta a fiam, hogy hát lehet, hogy a mezőgazdaságot választa, az agrára jelentkezett, amit elvégzett sikeresen, ő agrárközgazdász egyébként. És amikor befejeztem, mondtam, hogy na fiam, akkor menjél valahol, próbáld ki magad máshol. Azt mondja, hogy apa, ha
valahol meg tudom tanulni a szakmát, akkor az mellette biztosan. Hát örültem neki, végül is ő döntött, hogy ő, ahogy végzett, rögtön beállt 2004-ben. Hát igazából már 16 éve dolgozunk együtt, úgy gondolom, hogy sikeresen. Ugye említetted, hogy az elején kölcsönökből indultatok el. Arra emlékszel arra az időszakra, amikor végre eljött az idő, amikor ki is lehetett valamit venni bele, és nem csak mindent visszaforgatni? Hát végülis eleinte, amikor lehetett kivenni, gyakorlatilag el kellett telni egy pár évnek, és azt is inkább nem vettük ki, hanem azt beforgattuk mindig a fejlesztésekbe. Ezzel a fejlesztéseknek is egy része volt az, hogy amikor tudtunk földet vásárolni, akkor vásárolgattunk egy kis földet, és így alakult ki a gyakorlatilag a három család területéből a mai terület is, ami több mint 800 hektár KFT területet jelent. Emellett még integrálunk is egy olyan 150 hektár, 180 hektár területet, úgyhogy lassan közel az 1 hektárhoz dolgozunk. És ezeknek az apró fejlesztéseknek volt az eredménye, hogy ma már olyan gépekkel, munkagépekkel rendelkezünk, ami gyakorlatilag a termelés feltételei adottak. Aki nem tudja, hogy mit jelent az, hogy 800 hektár. Tehát nincs elképzelés, hogy területileg ez körülbelül mihez lehetne úgy hasonlítani, viszonyítani, hogy 800 hektár akkora, mint például? Hát a 800 hektár az a terület, amelyik már nem is kevés. Itt szorgalmatos például? Hát szorgalmatos területétől nagyon. Akkor van mind dolgozni. Szorgalmatos és a szorgalmatoshoz tartozó terület nagyon. Hát a viszonyítás az, hogy én anyaszégen valamikor 2000 hektáron gazdálkodott, akkor már lehet, hogy ez valamit mond, hogy 800 hektár azért már nem kevés. Viszont a nagyobb jellegű beruházásokhoz valójában több kellene. Erre is vannak megoldások, hogy bizonyos szövetkezetek, csoportosulások jönnek létre, amelyek próbálnak bizonyos dolgokat megoldani közösen. Hát ezek még nem működnek tökéletesen, de reméljük, hogy előbb-utóbb beindulnak ezek a próbálkozások is. Ekkor a területen már jelentős gépparkkal kell rendelkezni. Mivel indultatok és hol álltok most, ha visszaemlékszem? Hát az első gépparkunk sokáig dédelgetett, megtartott MTZ 80-as volt. Igazából azzal kezdtünk, majd később a Fiat, használtan vettük persze, használtan vettük Fiat traktorokat, két Fiat traktort, amit éppen tavaly adtunk még el. A Rába traktor a mai napig is megvan, mert ma is használható, de hát folyamatosan vettünk ezeket a gépeket és a hozzátartozó munkagépeket. Hát ma már a fő a John Deere traktorok azok, amelyek az erőgépeknek az ömét adják. Jó, Ferrari az autókhoz viszonyítva? Tehát a csúcs? Hát hál' Istennek az autóhoz viszonyítva már olyan technikával van felszerelve ez egy Deere traktor, hogy gyakorlatilag műhold vezérelt, a sor kizárásokat megoldja, a pontos sorvezetés megadja, gyakorlatilag a vezetőnek igencsak ismerje kell ezt az újfajta technikát. Megmondom őszintén, hogy a fiatalok ezt jobban tudják, jobban érték, és ezt ügyesen is tudják kezelni. Gyula, mikor ültél utoljára a traktorban, ha már itt tartunk? Hát már ha azt akarod kérdezni, mikor ültem be, elég gyakran beszoktam a fiúkhoz ülni a traktorban, de én nem vezettem traktort még. Volt olyan, hogy neked be kellett ülni mondjuk, vagy nektek dolgozni? Vagy erre mindig megvoltak a megfelelő ember? Nem, mindig megvolt a megfelelő ember, de gyakorlatilag erre soha nem került sor, hogy mi... Tehát addig még nem merészkedtünk el, hogy mi magunk üljünk be a gépbe. Említetted itt a különféle gépeket, nyilván nem hobbiból és divatból cserélgettétek, hiszen ezek jelentősen igénybe vannak véve. Mit bír egy ilyen traktor például, hogyha folyamatosan megy, van ilyen kiadási idő, 3 év, 5 év, nem tudom. Hát említettem, hogy a területünk az gyakorlatilag kisebb, tehát a területünkhöz képest legalább dupla kapacitással rendelkezünk, és ezt azért
tartjuk jónak, mert gyakorlatilag egy adott munkát rövidebb idő alatt el tudunk végezni, ezért nincsenek túlterhelve a gépeink, és ezek a gépek azért 10, hát általában 10-12 évet, 14 évet is el tudnak menni a mi körülményünk között. Az, aki nincs benne a mezőgazdaságban, sokszor irigykedve nézi, vagy hallgatja, hogy különféle ilyen földalapú támogatás, eszközvásárlásra, gépparkjavításra van ilyen-olyan támogatás, pályázati lehetőség. De gondolom ez indokolt. Igen. Gyakorlatilag valójában ez a területalapú támogatás, ez egy segítség. De ha nem lenne ez a területalapú támogatás, akkor szinte nulla lenne a mezőgazdaságnak az eredménye, mert nagyon jó kell csinálni a termelést ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Ebből a szempontból nincs is gond. Ez az eredményességet nyilván a területalapú támogatás tovább növeli. Most a másik dolog, a kérdésnek a másik része, hogy folyamatosan beruházunk. Az öntözés elkezdtük 95-ben, és 2020, mai napig is folyamatosan csináljuk az öntözést, korszerűsítjük, beruházunk, fejlesztünk. Tudnék, azok a kezdetleges, hagyományos öntözési dolgok, azok már elavultak, nem tudjuk olyan pontossággal megoldani a kérdést, ahol lehet lineár típusú öntözést csinálni, négy telephelyünk rendelkezik lineár típusú. Ez mi is az a lineár, aki nem tudná? Hát a lineár az egy esőstetőszerű öntözés, ami majdnem úgy pont programozni lehet, gyakorlatilag telefonról el lehet indítani, gyakorlatilag ellenőrizni lehet folyamatosan, és gyakorlatilag be lehet határolni, hogy mennyi idő alatt mennyit locsoljon ki, de hát ez egy presztíz öntözési mód. Az öntöződoboknál már ugye durvább az öntözés, de ott is most már sokat javult az öntözési mód. Ott is ott lehet hagyni az öntöződobokat, ezek különböző dolgok, ha valamilyen műszakiban belép, saját maguk leállnak. Tehát korábban pedig ott kellett lenni az öntöződobokkal, a traktorokkal, hogy felügyelni kellett az öntözési folyamatot. Ma már kevés embert lehet találni erre az öntözésre, hogy ilyen jellegű feladatokat elvégezzen. És sajnos az egyéb jellegű munkánál is elég kevés olyan szakember van most már, aki szívesen csinálja ezt a mezőgazdaságot, mert ez egy robot. Ez egy robot. Hát ha valaki azt hiszem, akkor ti abszolút ki vagytok téve az időjárás viszontagságainak, mert ha asszály van, akkor hiába van locsolás vagy öntözés, de azért egy igen forró nyár megdolgozza a mezőgazdaságot. Hogyha folyamatos esőzés van, jó a víznek, de az sem biztos, hogy mindig jó. És hallottam olyat, hogy sokan azért nem kötnek biztosítást, mert a biztosítás összege elvinni a hasznot. Hát ha egy egyszerű vetést elkezdett el dolgoznánk, való igaz lenne ez a dolog, hogy a biztosítás elvinni a hasznot. Viszont nekünk olyan nagy értékű növényeink vannak, amit nem lehet biztosítás nélkül megoldani. Ez lehet látni az edéből is, hogy sok helyen voltak jegyek. Sajnos egy jó párszornál mi is kaptunk jeget, ami, hát ha nem lett volna biztosításunk, biztosan mesélhetünk volna azt az évet. Vagy itt van ez az év, amikor nemhogy a növénykét öntöztük, hanem magát a területet előöntöztük azért, hogy megfelelő mennyiségű csapadék legyen abba a talajrétegbe, hogyha a vetésre kerül a sor, akkor ez megoldódjon. Vagy itt van a ma reggeli helyzet, hogy még 7 órakor megbeszéltük, hogy ki hova megyen, és 7:30-kor már, mikor kiment az első gép, szólt, hogy mi legyen a helyzet, mert lejött az eső, esett vagy 5 mm csapadék. Most egy ilyen 100 mm eső után, ami most az elmúlt hetekben lehullott, az azért most jelent problémát jelent, mert még el kell vetnünk, semmelyik kukoricát kellene vetnünk, amit ugye programoznak a gyárak, és annak megfelelően kell, hogy vessük. Sajnos most bejött ez az esős idő, tegnap sikerült elvetni valamennyit, ma folytatni akartuk. Hát ez alkalmazkodni kell. Az idő az nagy úr, de
valamikor régen volt egyetlen főnököm, dr. Kerekes Béla volt, és mindig azt mondta kisfiamnak, úgynevezett, hogy kisfiam, amikor még kezdő szakember voltam, hogy te ne foglalkozz az időjárással. Az időjárás az olyan, hogy amit egyszer valami elront, akkor majd igyekszik helyrehozni. Ha valamikor túl sok eső esik, akkor majd idővel majd megoldja a kérdés. Ha nem esik az eső, majd idővel esni fog. De hát valóban nekünk alkalmazkodnunk kell, és talán lehet, hogy a mezőgazdaságnak egy szépsége, hogy folyamatosan alkalmazkodni kell minden nap a napi feladatokhoz. Nem ez lehet előre letervezni, nem a zárt fedél alatt vagyunk, hanem mi a szabadék alatt vagyunk, és ennek megfelelően kell a mindennapjainkat megtervezni, szervezni. Ti munkátokat a termés mennyire befolyásolja, vagy befolyásolta most ez a kialakult járványhelyzet? Szerencsére szabadban voltunk, kint voltunk, nem voltunk együtt, hanem mindenkinek megvolt a maga feladata. Igazából mi folyamatosan tudtunk dolgozni, de hát mi nem éreztük ezt a járványügyi helyzetet, mint amit nap mint nap érzékeltettek máshol. Nem egyszerre voltak, nem egy helyen voltak az emberek, különböző helyen voltak. Így próbáltuk betartani az előírásokat, próbáltunk alkalmazkodni hozzá. Így a szakmai részben is a szakemberek, forgalmazók, egyéb emberek itt nem jöttek, telefonon beszéltük meg a dolgokat, de hát végig is próbáltunk alkalmazkodni a változásokhoz, de magát a mezőgazdaságot folyamatosan tudtuk csinálni, tehát nem akadályozott bennünket. Ugye a felvásárlás nem érinti majd, mire oda kerül sor, hogy termény lesz, akkor a már vége az egésznek. Nagyon az, az igazság, hogy most rátapintottál, mert mikor elkezdtük az ötborsót vetni, akkor felvetettük a gyárnak azt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha mi megtermeljük az ötborsót, és az ötborsót le kellene adni, de nem lesz, aki feldolgozza, nem lesz, aki osztályozza, nem lesz, aki a gépek mellett ül majd. Hogy akkor mi van? És a gyár azt mondta, hogy nyugodtan csináljuk, ha netalántán mégis bekövetkezne ez a jellegű dolog, akkor igaz, hogy nem írásban, de szóba kaptunk ígéretet, hogy ők ezt kompenzálják a legalább a ráfolytott költségeket. Hát reméljük, hogy erre nem kerül sor, mert mindig jobban örülünk annak, amit leadunk, és a biztosításra is visszatérve jobban örülünk, hogyha ha inkább befizetjük az összeget és nem kapjuk vissza, illetve hát mindig olyan biztosítást kötünk, ami támogatott, és ha nincsen jégkár, vagy nincsen egyéb kár, akkor visszakapjuk a befizetett összeg 30%-át, a másik 30%-a meg az állambácsi még körülbelül megtéríti, úgyhogy az a felmaradó 30%-ot önrészként vállaljuk, mert jobban örülünk, hanem nincsen kár, és itt ennél ebben az esetben is jobban örülünk, ha mindent le tudunk adni, mert megtermeltük, azért termeltük, hogy ez biztos piacra kerüljön. Ha már mondtad, hogy kár, többször beszélgettünk Nácsa Balázsral, a vadásztársaság elnökével, és mondja, hogy hát bizony-bizony évlére visszatérő téma ez a vadkár, amit a vaddisznók okoznak. Benneteket ez mennyire érint? Hát érintett. Szerencsére a vadásztársággal sikerült vadásztárságokkal, mert ez nem csak a Tiszavasár, hanem a Tiszalöki Vadásztársággal is sikerült olyan egyességet kötni, hogy amikor jeleztük részükre, hogy hol milyen kukoricát vagy milyen növényt vetettünk, ők fokozatosan odafigyeltek a területre. Ennek ellenére is az idén is voltak ilyen, hogy madár vagy fászánkár, amikor ugye nem volt elegendő víz már, meg elegendő táplálék, és a fászán a kukoricát kicsipte a növény alól. Igen. És akkor a növénykeme szépen elfogyott, mert ugye a gyökeret is felszakította. De bizony volt az előtt, vagy 6-8 évvel olyan vadisznók áttétel, amikor kimentem, hát elvetettük egy nagy pénteken, emlékszem rá, és az emberek oda voltak, mindenki jött a húsvét, mindenki ünnepelte a húsvétet. Én úgy gondoltam, hogy azért csak húsvét másnapján kimélyek, mert megnézem a veteményt. Amikor kijöttem a tábla szélére, hú, hát mondom, mi ide semmelyre kukoricát vetettünk, nem
burgonyát. Még én is hirtelen meglepődtem. Hát ez a vadisznó, hogy letette az órát, ez végesen végigment a soron. Ilyen bakhátos volt. Ilyen bakhátos volt a terület. Szinte meglepődtünk, hogy szóltam a vadászásának, hát rögtön ők igyekeztek kárpótolni, vetőanyagot biztosítottak, hogy végül is nem ez volt a lényeg, az, hogy a jó hozzáállásuk. Ez volt a meglepő, hogy nem azt keresték, hanem azt keresték, hogy hogyan tudnak ebben segíteni. Események is történtek. Térjünk rá egy kicsit személyedre. Előfordult már, hogy megálltál ott a föld szélén, folytak a munkálatok, körülnéztél, és egyfajta büszkeség töltötte, hogy ez minden a te vagy ti munkátok eredménye. Hát igen, hát végül is a sikeres vállalkozásnak az az alapja, hogy az ember becsülje meg a saját munkáját, vagy és ahogy látja az ember, hogy eredménye van a munkájának, akkor mindig próbál, többet akar, és inspirálja arra, hogy folyamatosan dolgozzon. Hát az az igazság, hogy édestóval már 45. éve végzem ezt a munkát, úgyhogy lassan érzem, hogy tovább kell adni ezeket a feladatokat majd a fiataloknak, és örülök, hogy azért sok fiatalt lehet még találni, akiket érdekli a munka, úgy munkavédés szempontjából, úgy munkairányítás szempontjából, és hát végül is a hosszú távú gazdálkodásnak ez a kulcsa, és valóban örömmel tölti az ember, amikor végignéz a táblán, és látja, hogy hogyan fejlődik. Hát bizony egyszer-kétszer komor arccal is van az embernek, amikor látja, hogy valami nem úgy sikerült, de azért szerencsére a dolgozóink is igyekeznek maximálisan végezni a munkájukat. Ilyen jelentősebb nyári szezon után szoktad érezni, hogy fáradt vagy? Elfáradtál? Hát valamikor, hogy is mondjam, korábban sose éreztem ilyet, de ma már azért érzem, hogy megy az idő. Megy az idő, hamarabb elfárad az ember. Hiába nem fizikálisan, agyilag, szellemileg egy kicsit úgy megviseli az embert, különösen, hogyha ilyen időjárások is közrejátszanak, ami most is bejön. Hát, de hát végül is a munka szépsége tovább hajtja az embert, és úgy gondolom, hogy ameddig bírom, addig segítem ezt a vállalkozást. Ha most lenne ott az idő, hogy érettségi előtt állsz, továbbtanulás előtt állsz, mennyire választanád ugyanezt a szakmát még egyszer? Hát végül is a gyökereim is, szüleim is gazdálkodók voltak, valamikor 17 holdon gazdálkodtak odahaza. Én már onnan hoztam magammal ezeket a gyökereket. Azt hiszem, hogy továbbra is a mezőgazdaságot választanám. Bár mikor érettségi után voltam, akkor bocsánat, erőt voltam, akkor vegyész akartam igazából lenni, és szüleim nem szóltak bele, azt mondták, fiam, hogy azt választod, amit akarsz. Egy falubeli agrárvégzettségű, vagy hát agrárt végző kollega volt, aki mondta, hogy te válaszd ezt a szakmát, gyere csak, hát ezt tudjuk mi, ebben vagyunk benne, miért ne ezt választanád, így kerültem az agrára végül. Az előbb beszéltünk, hogy milyen öröm vagy boldogság töltem, mikor megállsz a tábla szélén, és milyen az, mikor eszedbe jut, hogy unoka, ez a szó. Hát igen, ez egy külön öröm, külön dompingolja, tovább dompingolja az embert. Detikiméknél van két unoka, már a lányunokám az 15 éves, az hatalmas saj. A fiúnakám az egy 11 éves, és hát remélem, hogy majd a fiúnakám majd tovább viszi majd ezt a vállalkozást. Úgy néz ki? Hát lehetséges, lehetséges. Itt voltak sokat nálunk nyár folyamán, és akkor érdekes történet, hogy a lányunokám, mikor megvolt előbb, vele jártuk a határt,
És nagyon szerette, hogy nézelődött, érdekelte minden. És amikor megszületett a fiú unokám, mind a két unokámat vittem magammal is, hát útközben megszólalt a lány unokám, hogy papa, arra gondoltam, hogy most már nem én fogok itt dolgozni melletted, hanem majd Zsombolkám. Hát mondom, jó, hát de miért gondolod így? Hát csak látom, hogy fiúknak való ez a pálya. Hát én inkább választok mást. Zsombolkám is sokat volt azóta is velem, és egyik alkalommal azt kérdezi tőlem, hogy papa, ki a nagy főnök itt nálatok? Hát mondom, Keri, már ugye a Arnold fiam. És utána ki van? Hát mondom, végül is ő a főnök, ő irányítja a széget. Azt mondja, papa, lehetek én Keri után a másik főnök? Tehát úgy látom, hogy van bennük vonzalom, érdekli a pálya őket. Reméljük, hogy később is érdekli őket a pálya, mert megvan ennek a maga nehézsége, meg a maga szépsége ennek a pályának. Nem nagyon régen ismerem a vődet, dr. Harsányi Gergő, a patológus főorvos, ha jól emlékszem. Igen. Hát tényleg most nem azért mondom, mert veled beszélgetek, de egy nagyon jó fejember. Az a tipikus, aki nem csak orvos, hanem emberileg is kiváló. Mikor leültök egy vasárnapi ebédhez, akkor mi viszi a fő témát, a mezőgazdaság vagy az orvostudomány? Hát is. De gyakorlatilag mindenről el tudunk beszélni. Mezőgazdaságot nem szoktam erőltetni, de hát a beszélgetésben inkább a családi jellegű témák vannak, de amindig fölmerülnek, nyilván az orvosi témák is, minden jellegű téma felmerül. És tényleg az ember annak örül, hogy a család az összetart és együtt van, és ez sokat jelent. Ez valóban az embernek a munkájában ez óriási segítség, hogy tudja, hogy egy biztos család van mögötte. Na hát akkor beszélgettünk gyerekekről, unokákról, Arnoldról, de még nem beszélgettünk a feleségedről. Végig ott állt melletted, mögötted, hát, és mondta, hogy Gyula, csináld, az se baj, ha nem vagy itthon. Hát az igazság, hogy amikor 75-ben kezdtem Tiszavasváriba a pályát. Hova valósi vagy? Én szabolcsi vagyok egyébként, Pátrova. Anélkül, a segítség nélkül, amit ő nyújtott, nyújt mai napig is nekem, vagy a családnak, mert inkább így mondom, hogy a családnak, anélkül nem tudtuk volna ezt megvalósítani. De hát ő ott állt mindig a háttérbe, jó szóval segített, amivel tudott, mindennel segített, de a legnagyobb öröm mindig az volt, hogy a család együtt volt, a család. És akkor ez nyilván ebben a legfőbb érdeme. Enélkül, mondhatnám nyugodtan, hogy nem is lenne sikeres vállalkozása, nem lenne az ember mögött egy ilyen jó összetartó család, és elsősorban egy ilyen feleség, aki mindenben támogatott, mindenben azt mondta, hogy jó, csináljátok, ha így gondoljátok, nem szólt bele, de azt mondta, hogy, hogy csináljátok, megerősített bennünket, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk. Úgyhogy ezek mind nagy segítség, ezek a dolgok. A szó jó értelmében véve ő a tyúk a nyolc családba, tehát ő fogja össze igazából a családot. Igen. De kell is egy ilyen. Neki ez a legfőbb feladata, különösen a mai világban, a mai napokon, hogy a család mindig erős legyen, és együtt legyen a család. Ugye a beszélgetés végén mindig meg szokták említeni, hogy hogyan tovább. Nálatok van egyáltalán, hogy hogyan tovább a jövőre gondolva, vagy pedig haladni azon az úton, amit elkezdtetek, és eddig sikeres volt? Hát a hogyan tovább az, hogy ad van a feladat, mert már meg létrejött egy olyan vállalkozás, amit csak jól lehet csinálni, és ezt tovább kell vinni. És én örülök neki, hogy amit sikerült egy vállalkozást létrehozni, ezt a vállalkozást a fiam tovább fogja vinni még remélem sok-sok évtizedeken keresztül, és remélhetőleg unokáim is bekapcsolódnak majd ebbe a tovább fejletésbe. De hát ha ezt valaki szívvel, lélekkel és jól csinálja,
mert biztos megélhetést ad nem csak a családnak, hanem a vállalkozásba dolgozóknak is. Nagyon jó végszóval, mit szoktak ilyenkor mondani, hogy jó egészséget, kedvező időjárást és jó termést? Búcsúzó. Hát végül is az időjárás mindig adja magát. Végül is nyilván a legjobb, ma már én azt mondom, hogy a jó egészséget mindenkinek, ez a legfontosabb, és természetesen jó családi hátteret, és jó munkát, tisztességgel kell végezni, és akkor annak meg lesz mindig az eredménye. Köszönöm.